Szia, szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, délutánon. Nálunk nem sokára megy le a nap, délután van jelenleg. A mai videó egy kicsikét más lesz a megszokottól, ugyanis nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, vagy nem, vagy láttátok-e, vagy nem. A múltkori videónak a végén említettem, hogy meg szeretnék próbálkozni egy vacsora készítéssel. Végülis ez egy reggel idején vacsorára szeretném elkészíteni. Láttam egy videót a YouTube-on, nagyon megtetszett ez a reggeli, és gondoltam, hogy elkészítem a családnak, és majd meglátjuk, hogy mit szólak hozzá. Ez nem ilyen maszatos videó lesz, mint mondjuk a valami ötbe, ugye, hanem ez egy rendes főzés és videó lesz. És megpróbálkozok fel, ugyanis azt tudni kell, hogy én nem tudok főzni, sok mindent nem tudok elkészíteni, tojást azt tudok csinálni. Úgyhogy a mai videót szerintem hívjuk úgy, hogy főzés Tamással, mivel ez nem vlogos videó lesz. Végülis vlogos videó lesz, mert vloglom, hogy hogyan fogom elkészíteni a feleségem segítségével. Valószínű, majd meglátjuk. Amit készíteni fogok, nem más, mint tojás, egy ilyen félig megsült tojás, sonkával, és egy pár más dologgal, ugyanis kell hozzá egy gyümölcs is, és lehet, hogy már ettetek ilyet, biztos, hogy ettetek ilyet. Hozom a hozzávalókat, nem más kell hozzá, mint tányér. Kezdjük a tányérra. Hoppá! Egyet kiveszünk, meg mehetünk utána még egyet, ide volva várjál, letesszük. Ide letesszük. Közben itt van a feleségem, kikészítette a sonkát, kikészítette a vajat, ez ilyen vaj. Nálunk ilyen a vaj, legalábbis van ilyen vaj is, ugye mi nálunk. Ezt fogjuk belerakni, nem máshol, mint oda a serpenyőbe, ugye ezt serpenyőnek hívják. Aztán van itt tojás, kettő darab tojás, ugyanis jelenleg kettőt fog csak készíteni, egyet nekem és a feleségemnek. Mi kell hozzá, mi kell hozzá? Gyümölcs! Mutattam, hogy milyen gyümölcsöt vásároltam. Vásároltam baracot, ez ilyen szőrtelen barac. Aztán vásároltam narancsot, mutatom, hogy ez ilyen, látod, ilyen, mint a narancs. Ezen kívül vettem nem egyet, hanem kettő darab, nem más, mint kivit, csak ilyen zacsiban van benne, látod? Ilyen kivit vásároltam, ilyen zacsiban, látod, ilyenbe kell belerakni. Úgyhogy ezeket megmosom, és fel fogom szeletelni. Most már a tojásnál tartunk, ahogy látjátok, a sonka, várjál, hoppá, én a feleségem készen van, látod, nem annyira sütöttük meg, várj, itt a feleségem kopácsol, nem annyira sütöttük meg, csak így épp, hogy csak ugye meg egy kicsit pirítva, várjál, hozom a kamerát, mert nem látok semmit, én meg közben megszeleteltem, megkucoltam, mutatom, a narancsot, a barac, hol a barac? Itt a barac, abban még benne a mag, ott látod, a kivit, úgyhogy ezt most nem más fog csinálni, mint fel fogom szépen szeletelni, kivéve ugye a narancsot, azt nem fogom felszeletelni, és kirakom szépen a tányérnak a szélére, várjál, hozom a tányérat. Felszeleteltem, mutatom, szépen kiraktam ide a tányérra, látod, így sikerült. Végül is ez egy ilyen, mondjuk azt, hogy gyümölcsös, tojásos sonka, vagy gyümölcsös tojás, nem? Nem tudom, hogy milyen lesz, tehát ugye én ettem már tojást, mindenki vett tojást, meg sonkát ugye így együtt, de gyümölcsel egybe én még az életben nem ettem. Nem tudom, hogy vagytok vele, ettetek már gyümölcsös, tojásos sonkát, hogy milyen lesz az íze, én nem tudom, mikor megláttam a videót, én rettetlenül kíváncsi voltam, olyan gusztusos volt, nem így mondják, hogy megkívántam, és ezt a videót pár napja láttam, és gondoltam azóta, hogy meg kellene csinálnom. Most ugye van rá alkalmam, amúgy végül is a feleségem csinálja, tehát ő is itt van. Hello! Hello! Hello, éppen fönnézi a tojást, egy kicsit aztán látod, szervusz, ottan integetett, szervusz. Ottan megfordult a tojást, egy kicsit, mintha megbarnult volna, na mindjárt. Ha meglátjuk, hogy milyen lesz ez a tojás. Amúgy a feleségem nagyon nem szeret szerepelni a videókba, azért nagyon nincsen bent most se a főzős videóba, de mivel ő főz, gondoltam, hogy azért csak megmutatom. Úgyhogy, na várjál, készen van. Jön a második, lemaradtunk erről is, megtörött a tojás, jön a második tojás, most fog sülni. Ahogy mondtam, nem tudom, én kíváncsi lesz, könnyű lesz ez a gyümölcsös tojás. Aztán lehet, hogy olyan rossz lesz, hogy meg se bírjuk majd enni. Bár lehet, hogy reggelire elmegy, nem vacsorára, ma meglátjuk. Elkészült végre, elkészült, megmutatom, hogy milyen szépen feltállaltam, meg mégis, hogy sikerült. Ez lett a gyümölcsös tojásos sonka.
És én szerintem elég jól sikerült, ahogy látjátok. Most nem más fogunk csinálni, mint meg fogjuk próbálni én és a feleségem, és kiderül, hogy ehető vagy nem ehető. Feleségem közben hoz kenyeret. Nem tudom, hogy ez kenyérrel kell lenni, vagy kenyér nélkül kell lenni. Megpróbáljuk kenyérrel, meg kenyér nélkül is. Ugyanis kenyérrel gyümölcsöt enni egy kicsikét furcsa, nem? Lehet, hogy én kenyér nélkül eszem, aztán majd kiderül. Hogyha nem jó, akkor meg majd megpróbálok kenyérrel. Hogy ilyen kenyerünk van. Látod, ez a toastos kenyér. Várjál, kinyitjuk, csak egy kézzel. Nehéz. Úgy döntöttünk a feleségemmel, hogy kenyér nélkül próbáljuk meg, ugyanis gyümölcsöt kenyérre lenni szerintem nem a legjobb dolog. A feleségem kezdés, megnézzük, hogy milyen lesz, én meg folytatom tovább. A feleségem tojásra nem sikerült a legszebbre, ahogy látjátok, de kezdi a tojással, és utána a gyümölcsel. Várjál, melyikkel? Azzal. Kivivel? Kivivel kezdi? How is it? Egg and kiwi. Tojásos kiwi. How is it? You can taste only the kiwi after the egg. Azt mondja, hogy a kivit jobban lehet érezni, mint a tojást. Na várjál, lerakjuk a kamerát. Kezdem azt hiszem a tojással én is, meg rakok az egy kis sonkát is. Tojás. Sonka. Kiwi. Érdekes, komolyan mondom, érdekes. Nem rossz, a kiwi ad neki egy ilyen utóizet, vagy én nem tudom, ilyet még az életben nem ettem. Gyümölcsös tojást. Sonkával. Megpróbáljuk a balacsal is, ez a szőrtelen balacsa. Barackkal. Múltkor mondta valaki, hogy azt úgy kell mondani, hogy barackkal. Egy kával. Ehető, komolyan mondom, ehető, nem rossz. Azt hittem, hogy nem lesz jó, de ehető. Ugye megpróbáljuk még nem mással, mint a narancssal is, a sonkát. Narancsot. Narancsot jobban lehet érezni. Tojás. Érdekes. Ha nem ettetek még ilyet, olyan mondom, próbáljátok meg, mert nem fogjátok megbánni. Legalábbis nekem ízlik. How is it? The egg and ham nice, but with fruit? No, not for me. Maybe for, yeah, someone else. Azt mondja a feleségem, hogy a tojás a sonkával jó, de a gyümölcsel ő neki nem jön be. Nem tudom, szerintem eltű. Akkor lehet, hogy az emberre válogatja, vagy hogy szokták mondani, nem? Attól függ, hogy neked bejön-e, vagy nem jön be. Ha megpróbáltátok, gondoljátok, próbáljátok meg, és megpróbáltátok, írjátok meg nekem, hogy nektek hogy ízlett ide a videó alá, vagy akárhova, úgyis kíváncsi vagyok rá, hogy csak nekem ízlik, komolyan mondom, vagy másnak is ízlik. De szerintem eltő. Úgyhogy most várjál, befejezem a vacsorámat, és folytatjuk tovább. Nekem ízlett, a feleségemnek ugye nem annyira, de szerintem ehető volt. Amúgy nem annyira laktató ez az étel, valószínűleg azért, mert lehet, hogy reggeli, vagy nem tudom. Bár nem tudom, hogy tudjátok-e, vagy nem, de én vacsorára nem szoktam sose nagyon-nagyon sokat enni, ugyanis amit eszel, ugye, ha sokat eszel, le kell mozogni, hogy ne maradjon rajtad, legalábbis ezt szokták mondani. És én általában így szoktam csinálni, tehát reggelire eszek egy picikét, majd olyan 10 óra körül eszek többet, ebédre ugye megint többet, és vacsorára kevesebbet. Ugyanis, hogyha vacsorára kevesebbet eszek, utána ugye elmegyek aludni valószínűleg, tehát nem nagyon mozgok, max leülök a tévé elé, nem akarom, hogy nagyon rajta maradjon a hasamon. Bár tudom, hogy ugye ez embertől is függ, attól függ, hogy hajlamos-e, vagy ugye, hogy egy kicsit ugye meghízni, vagy meghízása, vagy nem. Én annyira mondjuk nem hiszem, hogy én hajlamos vagyok, bár sosem lehet tudni, de mindig így szoktam meg. Tehát vacsorára én nem eszek olyan nagyon-nagyon sokat, és próbálok rendszeresen enni. Tehát rendszeresen úgy mondom, hogy reggelit, ugye 10 órait, ugye munkahelyem, aztán ebédet, mikor hazajövök, és a vacsorát. Ha gondoljátok, próbáljátok meg, és írjátok meg ide a videó alá, vagy akárhova, hogy nektek. Hogy ízlett? Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor néztek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!